még mindenek előtt annyi, ja. hogy engem ez az egész ilyen, ez a multi-instrumentalista dolog, ez annyira érdekel, hogy amikor így nekifekszel egy hangszernek, és azért volt egy pár, bár láttam, hogy a furuját nem vetted elő. Igen, ott kikészítettem, de az elfelejtettem. Ez már az izgulás része, igen. Ja. Hogy ilyenkor ez mit jelent, hogy úgy döntesz, hogy nekimész ennek a hangszernek, és eltöltesz vele hány évet? Hát akkor onnan kezdem, hogy én zenéiskolában, általános iskolában furuját meg klarnétot tanultam. Okay. Tehát ez ilyen hivatalos. És azután jött a gitár, azt így autodidakta módon, és onnan nyíltak a lehetőségek, mert azt gondolom, aki már egy hangszeren úgy jól megtanul, akkor át tudja rakni a másikba, és nálam így, én hangszerek szerelmese vagyok, úgyhogy... Hány hangszeren tudsz egyébként játszani? Hát 10 fölött. Hegedű, szájharmonika, zongora, meg dudáltam is, mert játszottam reneszánsz, úgyhogy én ilyen... A részhúvósokat egyedül azt nem. Ez gyakorlatilag olyan, mint a tetkó, hogy az ember elkezdi, és nem bírja abba hagyni. Lehet, igen. Te így látod, hogy egyszer azt mondod, hogy jó, több hangszerrel nem akarok foglalkozni? Nem tudom, hogy fogom-e tudni azt mondani. De hogy ez gyakorlatilag ez egy folyamatos éhséget jelent. Igen, azt hiszem. Hogyha látok így hangszerboltokban, vagy valami különleges hangszert, azt úgy... És ha van pénzem, akkor nem biztos, hogy ellen tudok állni. És akkor mennyi időt töltök? Ha nincs pénzem, akkor meg ott maradok és kipróbálom. Ott. Hogy mennyi időt tölteszel ilyenkor, mennyi időt töltetek el kettesben? Hát azt mondják, hogy elég hamar ráérzek, így a hangszerekre. De én egy 10-15 percet el szoktam úgy. Ja, hogy 10-15 percet. Oh. Oké. Okay. Hát ugye a furuja, tehát lyukak, és akkor a többi fúvós az már ugyanúgy csak kicsit más. De az elv az ugyanaz. Egy játékot fogunk játszani, ugye tegnap augusztus 20-a volt, és hogy valami ünneppel kapcsolatos játék legyen, de mégse az, tehát hogy mégse az államalapítás legyen, ha neked lehetne egy saját ünneped. Tehát, hogy rámutatnál naptárba egy bizonyos napra, és azt mondanád, hogy a világ ünnepelje meg azt, hogy akkor mi lenne az a nap, és mit ünnepeltetnél a világgal? Tű. Hát így hangszerek mellett az embereket ünnepelném, meg a szeretetet. Ilyen nyálas vagyok. Lenne az ember? Igen, hogy az embereket, az életet, az a kapcsolatokat, tehát hogy így ilyen humanisztikus elven valahogy így az életet, igen. És mikor ünnepelnéd? Mikor? Vagy ünnepelnéd? A születésnapom, de... De hát nem hülyeség. Nem tudom, nekem a tavasz, az ilyen reneszánsz csávó vagyok, úgyhogy ilyen újjászű, és akkor így szerintem a tavaszban van meg az, májusban. Ha? Ez amikor így a világ is élet, ügyeznek a virágok is akkor. Ha van egy csávó, vagy egy és ha megjátszanék közben ugye tehát tavaszról. Egyébként milyen programok lennének? Szerintem... koncertek, és hogy mondják, ilyen jótékonysági koncertek. Aha. Tehát mindenki ingyen lépes. Igen. Figyelj, ha van egy csávó, akinél ezt be lehet jegyezni, és megtudod ennek a csávónak a telefonszámát, akkor felhívnád őt, akkor mit mondanál neki? De várjál, mert amíg átgondolod, addig előkerítem a telefon. És akkor így indul a szituációs játék. Felhívod, bemutatkozol, hogy ki vagy, mivel foglalkozol, milyen arculat az, amit te zeneileg képviselsz, mit adsz át az embereknek, és hogy van egy ilyen ötleted, hogy legyen meg az ember napja. Halló! Halló! Szia, Tamás! Figyelj csak, van egy jó ötletem. Azt néztem a naptárba, hogy még nincs ember, és szeretett világnapja, vagy főleg ember, ugye az élet világnapja is. Találtam egy dátumot májusban, azt te kiválasztottad, hogy még, de nekem a hónap az a május, és igazából... Ja, hogy nem tudod, hogy ki vagyok? Ja, hát a Szabó Matyi, tudod, a ilyen multi-instrumentalista. Sok hangszeren játszok, meg elvégeztem a zeneterapeutát, meg szeretem az embereket, és ezért gondoltam, hogy lehetne ilyen napot ünnepelni, és a jótékonysági koncertek lennének, hogyha te is benne vagy. Az együtteseket azt hozom én, és akkor valamilyen alapítvány, ilyen gyermekeknek főleg, de ilyen segítő alapítvány
nak is lehet utalni a pénzt, azt majd megbeszéljük a részleteket. Oké? Jó, na gondolkozz, nyugodtan aludj rá még. Oké, rendben, köszönöm, hogy nyitott vagy. Hello, szia! És te ugye írsz dalokat is, meg szövegeket is, hogyha mondjuk össze kéne rakni a szlogenjét ennek, vagy mondjuk a refrénjét. Tudnál rögtönözni 2-4 sort? 1-2-4 sort. Ember lélek játszik a földön, segítsd élni együtt a zöldön. Még kell egy kicsit csiszolni, na. No.